Politikai sárdobálás folyik a képviselőházban a médiatörvény kapcsán. Mikor volt szabadabb a sajtó Szerbiában? Melyik kormány idején? A miniszter sem győzte hallgatni a parttalan vitát. Csini mi se, da ulazimo ovde u raspravu o nečemu što je bilo pre mesec dana, godinu dana, tri godine, pet godina. Az ellenzéki demokrata párt frakcióvezetője azt sérelmezte, hogy a kormányváltás óta az ellenzék meg sem jelenhet a médiában, a hatalom pedig nem hajlandó vitára. Pa vi sad meni pričate da nema cenzure u Srbiji. Pa vi sad meni pričate da ti urednici ne sede u svojim kancelarijama i tresu se, zato što neće da trpe taj pritisak. Pa bolje da ništa ne puste. Bolje da nema nikog, nego samo ono što je premijer vikao, tu držao lekcije u Skupštini. Nema nikakvih drugih pitanja, samo klimanje glavom opozicije. I sada hoćete da se svi u redu, ne znam za druge, ali da Demokratska stranka se ponaša, da smo mi igračka u vašoj kutiji od stiropora i da mi vama ovde govorimo kako je sve sjajno. A Haladók frakcióvezetője ekkor jött ki a sodrából. Szerinte ez álszent felvetés, hiszen a parlamentben minden hónap utolsó csütörtökén, így tegnap is órákon át vitatkoztak a képviselők a kormány tagjaival. Da li je prethodni govornik juče u vremenu od 4 do 7, kad je bio prisutan premijer vlade gospodin Vučić, imao autocenzuru pa nije smeo da uđe u salu, ili je imao strah od premijera? Što se mene tiče, vi gospodo samo mislite da smo mi puni straha, da smo mi autocenzurisani, da mi ne smemo. Znate, ima jedan narodski izraz, kolokvijalni, bez uvrede bilo kome. Znate, onako, baš mi se gaće tresu od Aleksandra. Meni se obraćite, hvala. Stvarno, toliko sam se uplašio. Inače sam poznat po tome da se bojim njega i njegovih poteza. Ali imam poštovanje prema instituciji premijera. Nije lepo ovo što ste rekli. A vita az Új párt és a Haladók között folytatódott. Vezivanje za bandere i košulje koje se zakopčavaju na leđima više nisu terapija za to. Ako nekom treba terapija za bolest na koju se žali, ja sam spreman da ga uputim na relevantne stručnjake iz te oblasti. Ezt követően Zsivković a Haladók frakció vezetője szerint megfenyegette a képviselőcsoportot. Malo pre u pauzi dok ste davali reč kolegi Pavićeviću, znate, ja nikada nisam bio tužibaba i tužakanje mislim da je loš pojam, ali ako u Narodnoj skupštini jedan narodni poslanik, u ovom slučaju gospodin Zoran Živković, upre prstom, podigne ruku i ka poslaničkoj grupi Srpske napredne stranke, da li prema meni, da li prema gospodinu Martinoviću ili prema gospodinu Šormazu, kaže ja ću tebe na banderu. Ja vas molim, ja vas molim, šta to znači? Az éppen elnöklő Konstantin Arsenović sem tudott már mihez kezdeni. Ja ovde ne mogu da izigravam ni stražara, ni osmatrača, da li ko diže prsti, kako i koje su njemu namere iza toga da ja tumačim šta je on misli u sebi, ja to ne mogu da radim. A szerb parlament a három médiatörvényre benyújtott több mint 200 módosító indítványt vitatja meg a szombati szavazás előtt. A képviselőház illetékes bizottsága ebből az éjjel 23-at fogadott el, közöttük 9 ellenzékit. A parlament a köztájékoztatási, az elektronikus médiáról és a közmédiáról szóló törvényekről holnap szavaz. Ezek szerint egy éven belül minden állami médiumot privatizálni kell, kivéve a szerbiai és a vajdasági közmédiát. Ezeket egy évig az állam tartja el, mivel megszűnik a TV előfizetés, 2016-tól pedig bevezetik a legfeljebb 500 dináros kötelező illetéket. A VMS támogatja a törvény elfogadását. A párt és a minisztérium közötti hosszú egyeztetéseknek köszönhetően ugyanis a törvényjavaslatba beépültek a VMS követelései.